Igazából én nekem az az érzésem volt a mérkőzésen, hogy ez a karácsonyi szünet egy picikét a ritmus hiányt vagy veszteséget okozott a csapaton belül, úgyhogy voltak jó és kevésbé jó periódusai a mérkőzésnek. Összességében valóban a Cegléd több üres helyzetet is kreáltak, és több zicsert is kihagytak, tehát én ezt abszolút a mi gyengébb periódusaink, gyengébb védőmunkánk számlájára írom. Összességében én azt gondolom, hogy jól kontrolláltuk a mérkőzést. Voltak olyan alapvető hibák, amelyekről beszéltünk időkérések alatt is és a félidőben is. A második félidőben jobban sikerült ezen szituációkat megoldanunk. Ettől függetlenül holnapra szeretnék javulást látni a csapattól az összképet tekintve. És gratulálok a csapatomnak, mert összességében azért jól teljesítettünk.